mérkőzése még a Pécs kapusaként 9 évvel ezelőtt egy 4-4. Érdekesség, hogy a 4 paksi gólból 3-at is Böde Dániel szerzett. Zubkov, Bognár, nagyszerű labdaszerzés, és Nagy Rihárd most begyújthatja a rakétákat. Nagy esik! Gyorsan elvégezte a kirúgást a vendégcsapat. Kérdés, mennyire... Picit új pozíció, hiszen ő klasszikus szárny. Védőnek volt tekinthető az... utóbbi években is rengeteg beadás érkezett tőle az ellenfél kapuja elé. Talán ezen a mérkőzésen. És most nem Sassa volt a gólszerző, mint az elmúlt 2 alkalommal. És itt hosszú idő után nem brazil játékos, mert Sassa előtt pedig, hogyha jól emlékszem. A két csapatot, nos hát többek között azért, mert a Paks első bajnoki gólját a Ferencváros ellen nem más szerezte, mint Lisztes Krisztián. A Ferencváros legend. Közés óta veretlen a bajnokságban, még az előző szezon végén a MOL Fehérvártól kapott ki. Azóta 2 döntetlen mellett 11-szer nyert az FTC. Aztán még egyel tovább, beadása már nem jó Sajbánnak. Nincs kinn a labda. Egyelőre elég élénk tempóban a mérkőzés, Tálló veszi le. Ugyes a kiemelt labda Csongvainak Mitrovicstól. Csongvai belement Baloggal egy pár harcba, és ezt most elbukta. Balog nem tudja ki. Böde fejel vissza. Szép a csel, Lenzsér mutatott be egy esernyőt.